A földárverések célja, hogy a földet használó gazdák ne csak haszonbérlők, hanem tulajdonosok legyenek, biztosítsák a megélhetésüket, mondta Gondos István, a megyei közgyűlés tagja. A kormány mindig kiemelten kezelte a gazdálkodók problémáinak megoldását, érdekvédelmét tette hozzá. Véleménye szerint az ellenzék nincs tisztában azzal. Az árverésen való részvétel szabályai a helyben lakó gazdálkodókat védik, ezért tiltakozik az ellenzék. Amikor az LNP, Jobbik vagy az MSZP bármi módon akadályozza az árveréseket, azzal a helyben lakó és gazdálkodó magyar embereket akadályozza abban, hogy az általuk nagy többségben már úgy is használt vagy haszonbérelt földeket megvehessék és sajátjukként műveljék. Felháborító és szégyen, hogy az ellenzék már nem csak Brüsszelben és az Alkotmánybíróságon, hanem a törvényes árverések megakadályozásával is veszélyezteti a magyar gazdák érdekeit, és szó szerint a magyar gazdák útjában állnak, ezzel a külföldi spekulánsok és nagybirtokosok érdekeit védik. A kormány a Jobbik és az MSZP támadásaival szemben tartja a frontot, azon van, hogy a magyar föld magyar kézben legyen, fogalmazott a képviselő. Úgy látja, az eddigi intézkedések kellő védelmet adnak arra, hogy a magyar termőföldet ne vásárolhassák fel külföldi spekulánsok.